Sziasztok! A mai részben szeretnék nektek egy haul videóval kedveskedni, bemutatnék egy csomó dolgot, amit mostanában vásároltam. Nem is tudom, hogy mivel kezdjem a sort. Legyen, hogy először mutatok kettő ruhát, aztán utána jöhetnek a sminkcuccok, mert igazából az összes többi szintes smink jó, van egy-két kiegészítő még. Úgyhogy akkor a ruhákkal kezdem. Először is vettem egy ilyen csőtopszerű ruhát, ez egy tunika, amihez van egy ilyen gumisöv, amit tudjátok, itt a mell alatt lehet becsatolni, és úgy kell hordani. Ez egy ilyen lakkosöv. Ezt egy 1000-esért vettem, leárazva. Aztán vettem még, szintén 1000 forintért, egy másik ruhát, ez egy fekete kötött ruha, ami ilyen szegecs berakások vannak, arany színűek, vagy hát ilyen bronz inkább. Ez is egy ilyen nem túl hosszú ruha, körülbelül comb középig ér. Aztán, hogyha még a kiegészítőket nézzük, akkor vettem egy karkötőt, mindjárt felcsatom a kezemre, hogy úgy jobban lássátok. Ez egy ilyen lakbőr szalagokból álló karkötő, amit hát szexárban volt a főiskola mellett egy ilyen bizsus, és ott vettem, ahol ráadásul lehet kapni 10% diákkedvezményt is. Ilyen lenne, látjátok így, de ez egybe van igazából, csak innentől van felgaldosva ilyen szalagokra. Aztán, akkor jöhetnek is az ilyen smink cuccok, meg ilyesmik. Vettem a 100 forintos boltban 100 forintért egy piros színű körömlakkot, méghozzá elég nagy kiszerelésben, nem tudom, 15 millis ez itt, és hát szerintem elég jól fel, egy kicsit folyós, úgyhogy ügyesen kell vele dolgozni, de jól fel, két rétegben már piros, olyan rendesen. Aztán még az Essence kiárusításon, amikor volt ez a mind 300 forintos akció, vettem még két szájfényt, ezt az ajatúsítósat. Van ebből nekem már egy narancssáv és egy citromsáv, és még vettem hozzá egy ilyen lilásat és egy rózsaszínűt. Mindegyik nagyon jó, nagyon szeretem őket. Aztán vettem már egy kis fertőtlenítőt, és ebből sajnos csak egyet vettem, mert már eléggé fogy. Már csak félig van. Úgyhogy igen, és nagyon jó az illata, sokkal jobb, mint amiket eddig használtam azoknál. Aztán vettem még, sokatoknál láttam ezt a Miss Rose márkát, smink márkát, és találkoztam egy ilyen pirosítóval az egyik fodrászkedékes, és gondoltam, megnézem, hogy miért is szeretitek ennyire. Hát a kinézete az nekem annyira nem tetszett, mert hogy ez ilyen, hát ilyen nagyon érdekes szerintem, eléggé csicsás. Viszont, hogyha kinyitjuk, és csak ezt a részét nézzük, az úgy már azért nagyjából elmegy. Jó, itt is ez a, hogyha egy sima fekete keretben lenne, jobb lenne, de így is jó. Ez 7 g-os kiszerelés, és 350 forintba került, és nagyon jött le. Alig kell belemártani a kezedet, és már gyönyörűen fog. Szóval nem bántam meg, hogy megvettem, és értem, hogy miért szeretitek ezt a Miss Rose-t ennyire. És akkor áttérnék az új dolgokra. Mint például az Essence új kollekciója, ami végre megjelent. Na, először is, akkor kezdeném azzal, hogy vettem két sminkecsepet. Az egyik ez a Smoky Eyes ecset, ami egy satírozó ecset. Gyönyörű szép lila a szőre. Annyira tetszik, és elég jó tömeg. Teljesen meg vagyok vele egyébként elégedve. Rosszabb minőségű ecsetet számítottam, és szerintem szép is. A másik pedig egy Faber ecset, amit a zselés tusokhoz ajánlanak, ennek kék színű a szőre, ennek lila, nem tudom, hogy mondtam-e, és ezzel is meg vagyok elégedve, mind a kettő nekem nagyon jól bevált. Úgyhogy tudom ajánlani mindenkinek, szerintem fogok még venni a satírozó ecsetből egyet legalább, hogyha lesz, de már így az utolsót hoztam el, pedig nem is volt még mindenki rakodva, amikor én mentem. Aztán megvettem még ezt az ajakfény szettet, méghozzá az ördögöset, annyira jól ink is mágneszárral záródik, és így lehet kinyitni. És én egy csomó ideig nem értem, hogy fogom kiszedni őket, aztán rájöttem, hogy azért van itt ez a falat,
Na. Az angyalos annyiban különbözik, hogy ebben van egy rózsaszínű, egy átlátszó, amiben vannak csillámok, és egy barack szín. Abban pedig van egy barack szín, egy átlátszó, ami csillámos, és a rózsaszín helyett egy teljesen átlátszó van, amiből se csillám, se semmi. Én úgy gondoltam, hogy inkább ezt veszem meg, és a másikat ott hagyom. Úgy indultam meg, hogy azt is megveszem, de aztán élőben már annyira nem nyerte el a tetszésemet. Viszont annak nagyon szép a dobozza, nekem nagyon tetszik. Aztán vettem még egy zselés tust. Ez a fekete színű. És ezzel is nagyon meg vagyok elégedve. Olyan tartós, hogy miután lemostam este a sminkemet, még mindig maradt szám belőle egy kicsi, és még egyszer át kell mosom, és csak reggel jött le a tusolással a maradék. Meg így látszott még akkor is a szemhéjamon. Úgyhogy ez nagyon jó tényleg. És akkor rátérnék az Essence-nek erre a virágos kollekciójára, ugyanis nálunk már ez is ki van pakolva, Szekszárdon. Nem tudom, hogy Fehérváron ki van, még nem néztem, a múltkor még nem volt. Viszont a Wun Wun kollekciót sehol nem látom, úgyhogy ha esetleg tudjátok, hogy ezt hol lehet kapni, itt legalábbis az én közelemben, mert nem hiszem, hogy máshol nagyon elmennék érte, akkor írjátok meg, légy szíves. Úgyhogy akkor most erről a virágos kollekcióról lesz szó. Ebből is legelőször a púderről beszélnék, amiben 1-2-3 színű púder van. Egy rózsaszín, egy ilyen világos bézs és egy sötétebb bézs. Gyönyörű, szép virágmintás maga a púder, a doboz pedig nekem nagyon tetszik, mert ilyen lapos, nem olyan, mint a szánklábos szemhéjpúder, hogy ilyen gömböldöz a tetej, hanem teljesen lapos, és szerintem ez így sokkal szebb, úgyhogy nagyon jó ez a púder. És szuper jó az illata. Egy ilyen, nem is tudom, hogy milyen illat ez, de nagyon jó, nekem nagyon tetszik. És az összes ilyen sminkterméknek, ennek a virágosnak ilyen illata van. Amit még ebből a kollekcióból vettem egyelőre, az egy körömlak, ami a körmön is látható. Ez az ilyen pasztelltől szín, szerintem gyönyörű szép. És külön jó benne, hogy az ecsete, az nagyobb, mint az átlag Essence ecset, a kicsi körmökkel ecsete, tehát ezzel könnyebb dolgozni. Nagyon jó. Ez 7 millis egyébként. És vettem még, amit a számon is most láthattok, ez egy ilyen rózsaszínű szájfény, szintén ebből a virágos kollekcióból. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem túl tartós ez a szájfény, viszont nagyon szép, és alapban ez a cukorszínű csomagolás nekem nagyon tetszik, nagyon megnyert engem ez a kettes árnyalat. Van egy sötétebb szín, az nekem annyira nem tetszett, úgyhogy élőben, így képeken nagyon, úgyhogy inkább ezt vettem meg, és ezt tényleg nem bántam meg. Tudom, hogy nekem mellett nem tartós, de én is mindig újra kellem, mert annyira szeretem érezni az illetet, mert ennek is az illata van, ami a púdernek is. És megvettem az Essence parfümjét, úgy voltam vele, hogy nem volt kint tesztel, de gondoltam, most 2000 forintot simán kiadok rá, hogyha nem tetszik, akkor majd elajándékozom. Így néz ki a doboza. Szerintem nagyon aranyos. És így nyílik, hogy itt ki kell húzni, és itt lehajtani. És akkor így van benne a parfüm. És itt van benne egy ilyen kis idézet, angolul van, hogy a szépség olyan, mint egy virág. A legjobb módja annak, hogy megtarthassuk, hogy hagyjuk növekedni. Szerintem ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik nekem. És akkor itt ki lehet csúsztatni a parfümöt. És egy ilyen kis virág alakú lilatartócskában van. Amit én most ide visszaoperálok. És maga a parfüm is egy ilyen világos lila löcs. Az egyetlen problémám az vele, hogy mikor kifújom először, akkor egy ilyen elég erős illata van. De utána, pár perc múlva, amikor már így kicsit illan, akkor olyan illata van ennek is, mint a többi sminkjüknek, ami nekem nagyon tetszik. Úgyhogy nem bántam meg igazából, hogy megvettem, el fogom szerintem használni. Csak majd nem közvetlenül indulás előtt fújom magamra. Ja, ennyi volt igazából, amit mostanában vásároltam, remélem tudtam nektek segíteni. És nyugodtan írjátok meg, hogy ti miket vettetek mostanában, vagy ebből a kollekcióból, vagy valahol máshol.
ha esetleg tudtok valami jó akcióra, ami kihagyhatatlan, azt is írjátok meg, és tényleg ezt a Vungun kollekciót, hogyha már akárhol láttátok, akkor az engem nagyon érdekelne. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!